meglátjuk meg azt, amit Edina nem jön. Megyek, persze, nem megyek. És amint... meghívott Edina? Edina, mennyire jön ki körülbelül, amit néztél neten? Hát ilyen kettő. Több az. 200 ezer forintból mellé. Nem, nem is sok, azért mert csak reggelit kér. Milyen 200 ezer? Nem 200 ezer, 2 millió kettőnek. Mi 2 millió egy Izrael? Na nem, mert én is leülök. Várjál, költőpénzzel együtt. Miért mennyi? 1 millió, egy millió fejenként. Akkor szerinted? Annyi szálloda, gyerekek, akkor nem lesz karácsony. A szálloda kb. De legyen már szed. Max, amit megmarad, az hazahozzuk. Edina, nézérom. Na, mi van? Amiből csinálunk karácsonyt, 2 millió. Te karácsony, Isten, te már közepén. Hát de én most gyűjtöm a karácsonyra a pénznek. Képzeld el. Ha kell venni a halászlő alapanyagot, kell venni a töltésre. Kell venni az éjt, figyelj, Győzikém, te magadon spóroljál, mert egyfolytában menetbe vagy. Nem tálsz itt egész nap a tűzhely mellett, egész nap jössz, mész, amit te havonta elbenzinezel, az pont egy izraeli útunk. Konkrétan neked most azt kellett volna mondani, hogy oké, Bea, úgy döntöttem, hogy kompenzálok téged azért, hogy te mindig kiszolgálsz minket, mivel a takarítónőt is fizetem, aki egyébként ma nem nagyon jön, tulajdonképpen így, neked azért, mert főzöl, mosol, takarítol, és egyébként mindig itthon vagy, egy kicsit adok a zsebedbe. Mennyi el, akkor, mennyi el, de akkor karácsonyi gömbökre nem telik, nem lesz karácsonyfa, nem lesznek díszek, mert nem lesz a karácsonyfa alatt ajándék. Ez döntsd el, hogy Edina a takarót, vagy a karácsony takarót. Miért, Edina, de miért lesz? De várjál már, miért kell választani kettő közt? Figyelj, nem állunk úgy anyagilag, mint itt. De figyelj, hogy állok anyagilag? Figyelj, nem voltam évek óta sehol, fölfogod?